Szerintem a védekezésünk az jó volt, ott meg tudtuk őket akadályozni sok mindenben. Támadás volt, ami kicsit gyengébben sikerült, és szerintem emiatt alakult ki ez a nagy hátrány. A meccs egyik legszebb gólja viszont a tiéd. Köszönöm. Ugye azért ritka látni ilyen messziről eldobott gólt, és látom, hogy a társak is biztattak, hogy dobdák. Idő is kevés volt. Hogy mondtad, az előbb last minute-es gól volt? Hát igen, már csak én láttam, hogy ott a labda, azt mindenki üvöltött, hogy dobjam, mire sok apu eldobtam, aztán szerencsére jól sült el. Az utóbbi pár meccsen úgy érzem, hogy védekezésben tudtam segíteni a csapatot, de Debrecen ellen meg az előtti meccs is már kaptam lehetőséget támadásba, és milyen hálás vagyok, és dolgozom tovább. Úgy érzem, hogy most egy kicsit gödörben vagyunk, és nem azt a játékot mutatjuk, amit az idei szezonban megszokhattak tőlünk, de igyekszünk ezt kijavítani. Nyilván a következő két meccsen tisztában vagyunk az esélyeinkkel, de reméljük, hogy legalább úgy tudunk lejönni a pályáról, hogy egy jó játékot mutattunk és jó kis meccseket játszottunk. Mindenképpen ők az esélyesebbek, ugye klasszisokkal van tele a csapat, BL csapat, úgyhogy ugye ők az esélyesebbek, de szerintem emiatt mi sokkal tehermentesebben léphetünk pályára, és saját játékunkra koncentrálhatunk. Úgy gondolom, hogy kimaxoltuk ezt a szezon. Nyilván voltak olyan meccseink, amik nem igazán jöttek össze, de szerintem abszolút több a pozitívum, mint a negatívum ebben az évben.